Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön egy napi kártya, mégpedig a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Itt látható a hamisság. Ez az ördög képe, tehát itt bosszúságokról, hazugságokról, csalásról van szó. És ő ezt tudja, mert ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Ez nem azt jelenti, hogy az ő gondolatai hamisak, hanem valaki van a háttérben, és ő ezt tudja. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt játszanak. Itt kettő személyről lenne szó, ezt mutatja ez a kettes szám, de ott van egy harmadik személy, és figyeli ezt a játékot. Az lehet egy férfi, de lehet egy hölgy is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Tehát itt valaki a háttérben figyeli az eseményeket, és ő ezt érzi. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt a főpapnő adja meg a választ. Ez a főpapnő uralkodik az Akasha krónik felett. Ez egy ilyen titkos könyv, ahol a sors le van írva. De ezt mi érezzük is intuitív módon. És ez fontos, hogy itt kettőtök között egy sors kapcsolat van, amit ő közöl veletek, vagy ti érzitek az ő energiáját. Azt is, hogy neki most problémái vannak. De ez a kártya utal egy levélre is, tehát itt jön egy hír, és a napi kártya itt mutatja a köszönetet, mert ti adtok erőt neki. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!